Hölgyeim és Uraim, a Német Szociáldemokrata Párt, Németország Szociáldemokrata Pártja, Európa legnagyobb, legerősebb baloldali pártja, amely most tartotta, többen ma fejeződik be a kongresszusa. A témái Németország és Európa viszonya, a válságkezelés szociáldemokrata útja és a szélsőjobboldali veszély voltak. Ezek határozták meg a kongresszus munkáját. A kongresszust egyébként megelőzte még szombaton egy nagyszabású nemzetközi konferencia, amelyen 50 párt, mintegy 80 politikusa vett részt, közte jelenlegi és korábbi kormányfők, államfők, pártvezetők. Lényegében ez is a jelenlegi európai és világhelyzettel foglalkozott, beleértve az arab tavaszt is, és a válság leküzdésének szociáldemokrata útjával. Ami a kongresszust illeti, rendkívül nagy figyelmet, nagy érdeklődést és nagyon pozitív fogadtatást talált Helmut Schmidtnek, a 92 éves volt kancellárnak a megnyitó beszéde, aki sok-sok év szünet után szólalt fel a szociáldemokraták kongresszusán. Nagyon határozottan állt ki, mint ahogy 8 évig tartó kancellársága alatt is, az európai integráció, az eurozóna egyben tartása és az euró megőrzése mellett. Hangsúlyozta, hogy alaptalannak tartja és spekulációnak tartja azokat a sajtóban megjelenő véleményeket, miszerint küszöbön áll az eurozóna szétesése, az euró megszűnése. Azt hangoztatta, hogy a jelenlegi helyzetben nem kevesebb, hanem több Európára van szükség, és nem a nemzetállami elkülönülés, hanem az integráció a válságból kivezető út. Németország, mondta, visszautalva kicsit a német történelemre is, akkor lett igazán stabil és erős ország, amikor harmonikusan be tudott illeszkedni Európába a II. Világháborút követően, és Európának pedig szüksége van egy stabil és erős Németországra, amely szorosan kapcsolódik az integrációba. Érdekes volt az az okfejtése, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a németeknek, a német politikának, a német vezetésnek azokat a történelmi okokkal összefüggő aggodalmakat, amelyek a német dominancia erősödésével kapcsolatosak. Nem szabad a német vezetésnek erőt fitoktatni, nem szabad az akaratát rákényszeríteni Európa más országaira, partnerként kell viselkedni és együttműködésre. Nem legyőzni, meggyőzni kell Európa más államainak vezetőit bizonyos megoldások helyességéről. Fontosnak tartotta, hogy az Európai Parlamentben a szocialisták és demokraták frakciója, amelynek német szociáldemokrata vezetője van Martin Schulz személyébe, együttműködjön a néppárti frakcióval, együttműködjön a liberálisokkal és együttműködjön a zöldekkel, tehát a három másik nagy frakcióval. Visszautalt többször is a német-francia megbékélésre Helmut Schmidt, és hangsúlyozta, hogy ez lett tulajdonképpen az európai integráció megteremtésének, annak idején a római szerződés létrehozásának a legfontosabb feltétele. Ez a német-francia viszony végigkísérte az integráció eddigi történetét, és mindig az integráció motorja, előrébbévő ereje volt. Ugyanakkor a jelenlegi német-francia viszonyra azért, és a jelenlegi német-francia kapcsolat Európára gyakorolt hatásával kapcsolatban elmondta, és ezt szinte minden megszólaló német politikus hangsúlyozta, hogy most viszont két konzervatív kormány, két konzervatív vezetésű állam, két konzervatív vezetőjének, Nicolas Sarkozy államfőnek és Angela Merkel kancellárasszonynak a nagyon szoros egyeztetése az, ami túlzottan is meghatározza Európa sorsának alakulását. Ahogy fogalmaztak, zárt ajtók mögött ők ketten döntik el Európa sorsát, és hát ez nem látszik megfelelőnek a válságkezelés szempontjából.
A kongresszuson nagy tetszést keltett François Hollande-nak a megszólalása, jelenlétét is nagyon jól fogadták. Mint ismeretes, a közelmúltban a francia szocialista párt egy nagyon hosszú demokratikus kiválasztási folyamatban őt választotta meg az elnökválasztási kampány szocialista résztvevőinek, tehát ő lesz Nicolas Sarkozy jelenlegi államfő kihívója, és ő maga is hangsúlyozta, hogy jó esélyekkel indul ebben a küzdelembe, és a megszólalók is ezt hangsúlyozták. François Hollande elmondta, hogy 2012-ben reményei szerint szocialista elnöke lesz Franciaországnak, visszautalt arra is, hogy jelenleg már a közelmúltban a szenátusi választáson a szocialisták sok-sok év szünet után többségbe kerültek, és a szenátusnak is szocialista elnöke van. Amennyiben 2002-ben az ő személyében szocialista elnöke lesz Franciaországnak, és 2013-ban szociáldemokrata kancellárja Németországnak, ez új irányt fog adni az európai integrációnak, új irányt fog adni az Európai Uniónak. Németország és Franciaország kapcsolatával foglalkozott Frank-Walter Steinmeier, volt német külügyminiszter is, aki a szociáldemokrata párt egyik vezető személyisége, ő a parlamenti frakció vezetője. Ő kibővítette ezt az együttműködést még Lengyelországgal is, mint egy új és nagy országgal, tehát német-francia-lengyel együttműködés fontosságáról beszélt. Ami a válságkezelést illeti. Helmut Schmidt is, Steinmeier is és mások is, akik a vitában meghatározó szerepet játszottak, hangsúlyozták, hogy a válságból kivezető útnak a szociáldemokrata módja az, ami megfelelő. A konzervatív és a neoliberális politika, amely a válsághoz vezetett, a válság kezelésére alkalmatlan. Úgy kell a válságot kezelni, hangsúlyozták, hogy nem szabad közben feladni a szociáldemokrata értékeket, elveket, a pénzpiacokat, a pénzintézeteket a jelenleginél szigorúbban kell szabályozni és hatékonyabban kell ellenőrizni. Megjegyzem, ez egyébként egybeesik az Európai Bizottság törekvéseivel is. Amikor én tagja voltam az Európai Bizottságnak, és 2008-ban a válság elérte Európát, akkor a bizottság is már ezen a nyomon indult el. Fontosnak nevezték, hogy az ellenőrzése a pénzpiacoknak és pénzintézeteknek demokratikus kell legyen, mert a kevesebb demokrácia az a piacok öntörvényű tevékenységének az erősödéséhez vezet. Hangsúlyozták a német szociáldemokrata vezetők a német modell, a szociális partnerség helyreállításának fontosságát, és összességében célnak a fenntartható egyensúlyt, a fenntartható növekedést, a munkahelyteremtést, a jobb életkörülményeket és jobb munkakörülményeket, a szociális biztonságot nevezték, eszközként pedig az alapos szerkezeti reformokat. Hangsúlyozták az Európai Központi Bank nagyobb szerepvállalásának fontosságát és az eurókötvények kibocsátának fontosságát. Ismeretes, hogy Angela Merkel kancellárasszony egyik kérdésben sem ezt az álláspontot, hanem ezzel ellentétes álláspontot képvisel, és ugyanezt mondható Nicolas Sarkozy francia elnökről is. Minden német felszólalásban Helmut Schmidt-től Sigmar Gabriel pártelnökig vagy Frank-Walter Steinmeier frakcióvezetőig nagyon nyomatékos hangsúlyt kapott a szembefordulás a nemzeti elszigetelődéssel, mint ami nem megoldás, és az Európai Unió ellenes populizmussal, az európai integráció tagadásával. A szélső jobba szembeni nagyon határozott fellépést szorgalmazta Jens Stoltenberg, norvég miniszterelnök, a norvég szociáldemokrata párt elnöke, aki éppen a tragikus oszlói merényletre, ahol 70-nél több fiatal esett áldozatul egy jobboldali terrorista támadásnak, ebben is alátámasztva hangsúlyozta a szembefordulás szükségességét. Hangsúlyozta, hogy a válasz nem a demokrácia korlátozása, hanem éppenséggel a demokrácia erősítése kell legyen. Ugyanezt a határozott véleményt képviselte többek között Klaus Vorbereit, Berlin szociáldemokrata polgármestere, és Frank-Walter Steinmeier volt külügyminiszter, frakcióvezető is.
Ő a felszólalásában Magyarország példáját is említette, negatív példaként a szélső jobboldal, a Jobbik parlamentbe jutását hozta fel példának, és hangsúlyozta azt is, hogy egy szociáldemokrata német kormány nem hagyná szó nélkül, ha az Európai Unió bármely tagországában a szélső jobboldal megerősödne, illetve ha a demokráciát, a jogállamot felszámolnák, ha ezeket veszély fenyegetné. Elmondta, hogy a német szociáldemokraták követelik a neonáci párt, az NPD betiltását, és ezt a német kormány is tulajdonképpen támogatja, tehát a német kormánykoalíció is ebbe az irányba gondolkodik. Személyes megjegyzésként hagyd tegyem hozzá. Miközben Németországban a szociáldemokrácia, a kormánykoalíció egyetértését is bírva a német szélsőjobboldali párt, az NPD betiltását szorgalmazza, addig Magyarországon a Jobbik bizonyos értelemben a kormánykoalíció támogatásával, lásd a parlament elé terjesztett javaslatot, az alapokmányhoz, alaptörvényhez beterjesztett kiegészítést, módosítást, itt a helyzet fordított, itt a szélsőjobb követeli az MSZP betiltását, és tulajdonképpen ebbe az irányba halad a kormánykoalíció ebben a javaslattal. Megjegyzem, több kétoldalú megbeszélést is folytattam német politikusokkal, például Per Steinbrück volt pénzügyminiszterrel, aki a német szociáldemokrata párt egyik meghatározó személyisége, és akit a biztosi működésem idejéből, az ECOFIN munkájából jól ismerek. Ő is kifejezett érdeklődést mutatott, de más német politikusok is kérdeztek az alaptörvény módosításról, hogy vajon mi ennek a célja, mi a lényege. Én elmondtam, hogy ez három történelmi időszakot mos össze. A Rákosi rendszert, a Kádár rendszert és a rendszerváltás óta eltelt több mint 20 esztendőt. És négy pártot mos össze. A Magyar Kommunista Pártot, amely 49 előtt működött, a Magyar Dolgozók Pártját, amely a Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt kikényszerített egyesülésében jött létre, a Kádár korszakban kormányzó Magyar Szocialista Munkáspártot és a 89 óta működő Magyar Szocialista Pártot. És ez utóbbit próbálja, igyekszik felelőssé tenni az elmúlt több mint 50 év minden bűnéért, ami hát nagyon kemény elutasításra talált a német politikusok körébe, ez elfogadhatatlannak, az európai normákkal ellentétessel, az európai jogállamiság felfogással ellentétesnek nevezte, hiszen ez visszamenőleges és kollektív bűnösséget állapítana meg. Összességében a Német Szociáldemokrata Párt kongresszusa erőt és önbizalmat sugárzott. Hát ezt az önbizalmat nyilván erősítette, hogy az elmúlt időszakban már 8 tartományi választáson volt sikeres a Német Szociáldemokrata Párt, tehát ez a 2 évvel ezelőtti vereséghez képest azért egy erős fordulatot jelent. További jellemzője volt a kongresszusnak a nagyfokú egység. Zsigmond Gabriel pártelnököt 91%-os szavazatarányjal választottak újra. Érdekes volt, amit ő a kancellár jelöltségről mondott, és ez is az egység irányában ható megjegyzése volt. Azt mondta, ha megkapja a bizalmat 2013-ig, mint a párt elnöke, akkor majd ő olyan kancellár jelöltet fog javasolni, akivel biztos a siker, biztos a győzelem, addig meg nyugalom, úgy az érintettek, mint a párt tagsága részéről, mondta. Én mindkét kancellár jelöltként emlegetett személlyel, Frank-Walter Steinmeierrel, akit külügyminiszterként ismertem, és Per Steinbrückkel, akit pénzügyminiszterként ismertem meg közelebbről, beszéltem Steinmeierrel rövidebben, Steinbrückkel meglehetősen hosszan és alaposan. Föltűnt, hogy mind a ketten nagyon pozitívan nyilatkoztak a másikról, és nagyon pozitívan nyilatkoztak kettőjük viszonyáról, és arról, hogy minden lényeges kérdésben egyetértenek. A Német Szociáldemokrata Párt kongresszusa úgy gondolom beleillik abba a folyamatba, ami Európában egyfajta változást jelez erőre.
Korábban volt az Európai Uniónak egy olyan periódusa, amikor 15 tagállamból 12-t szociáldemokrata kormány irányított. Most ellenkező a helyzet, most a tagállamok nagy többségét konzervatív vagy konzervatív és liberális koalíciók irányítják. A fordulatot, ami kibontakozóban jelzi az, amit Németországban elmondtam a tartományi választásokról, 8 tartományi választáson szerepeltek sikeresen a szociáldemokraták, és így a 2013-as választásokra is most már növekszenek az SPD esélyei. A franciaországi változások, a szenátusi szocialista többség, a igen jó esélyekkel rendelkező szocialista elnökjelölt, François Hollande szereplése. Dániában a szociáldemokraták győzelme és kormányalakítása, Finnországban, Írországban a szociáldemokraták több éves szünet után történt visszatérése a kormányba, legutóbb Horvátországban a horvát baloldali győzelem. Meggyőződésem szerint ennek oka az, hogy míg a válság 2008-as, 2009-es időszakában a válság hatása a nehezebben élő társadalmi lakossági csoportokat, az alacsony jövedelműeket erősebben sújtotta, mint a magasabb jövedelműeket, és ezért ők jobban igényelték annak a pártnak a védelmét, amelyre szavaznak, amelyeknek a szavazói, viszont ezt a szociáldemokraták nem tudták megadni, és nem tudták ugyan megadni a konzervatívok se a saját választóiknak, de mivel azok a nagyobb keresetű, magasabb jövedelmű, jobban élő rétegekből kerültek ki, azok nem is voltak ennyire ráutalva a támogatásra. Ezért a válság éveiben a baloldali választók csalódottsága, kiábrándultsága erősebb volt, ez okozta az elfordulást a szociáldemokrata pártoktól, akár kormányon, akár ellenzékben voltak azokban az években. Az azóta eltelt időben viszont bebizonyosodott, hogy a konzervatív és liberális kormányok, a konzervatív és neoliberális gazdaságpolitika a válságkezelés elkerülhetetlen terheit szinte kizárólag a nehezen élőkre, az alacsonyabb jövedelműekre hárítja, így rádöbbentek, hogy tulajdonképpen ez még kevésbé megoldás, és lassan kezdenek visszatérni a szavazók a szocialista, szociáldemokrata pártokhoz, sőt, egyes országokban már új szavazók is megjelentek. Ez jellemzi ma Európát, ez egy kibontakozóban lévő és az elején tartó folyamat. Természetesen szocialista politikusként, az MSZP alelnökeként remélem, hogy Magyarországon is ez a folyamat bekövetkezik, ez a fordulat majd bekövetkezik. Köszönöm szépen a figyelmet!